A mai új szövetségi éjszakasszal szeretném kezdeni. Az én juhaim, mondja Jézus, hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. És örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. És imádsággal szeretném folytatni. Hűséges Istenünk, teremtő, szabadító, megtartó Istenem, Urunk, Uram Jézus Krisztus, neked hatalmad van, hogy odaadd az életedet értünk, és erőd is van hozzá. Megtetted, és életedet újra és újra odaadtad nekünk. Nekem nincs se hatalmam, sem erőm ehhez. Én ahhoz kérem az erőt, hogy le tudjak mondani arról a megbízatásról, melyet egyházad, a Magyarországi Református Egyház népének megbízatásából, ami választott tisztségviselőink rám ruháztak. Erőt és bölcsességet kérek ahhoz, hogy ez ne menekülésből történjen. Erőt és bölcsességet kérek ahhoz, hogy ez ne politikai megrendelésre, ne képmutató, külső nyomásgyakorlásra történjen. Erőt és bölcsességet kérek ahhoz, hogy ne egyházunkba férkőzött hatalomra vágyó emberek kényszerítésére történjen. Erőt és bölcsességet kérek ahhoz, hogy ne számításból történjen. Hogy ne a féltőnk szeretők csermehagyása legyen. Erőt és bölcsességet kérek ahhoz, hogy ez a te akaratodat keresve történjen. Erősíts meg! Erősíts meg azokat, akik nem engednek a külső nyomásnak. Erősíts meg azokat, akik tudják, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk. Erősíts meg azokat, akik ki akarnak tartani az igazság mellett, és nem akarnak a világ szerint, a világ logikájában élni és dönteni. Erősíts meg azokat, akiknek egyházunk egysége fontosabb, mint a hitetlenek hitetése. Adj erőt nekem személyesen, szembenézni tévedéseimmel, hibáimmal, bűneimmel. Szembenézni azzal, hogy milyen gyakran bíztam inkább a politika erejében, mint a te hatalmadban. Szembenézni azzal, hogy egyházunk milyen kiszolgáltatott évtizedek, talán évszázad óta külső erőknek és hatalmaknak, és annyiszor enged nekik. Erősíts meg, hogy szembe tudjak nézni azzal, nem elégszer tudtam átadni magam teljes szívvel a te akaratodnak, hanem jobban bíztam a magam okosságában, világi eszközök erejében. Bocsáss meg! Azért nem kérek bocsánatot, hogy kegyelmet kértem egy általam ártatlannak hitt embernek. Annyiszor kértem lelkipásztorként kegyelmet. Világi hatóságoktól, emberektől, embereknek. És kértem kegyelmet elsősorban magamnak, tőled, kegyelmes Isten. Köszönöm, hogy átéltem és átélhetem a megbocsátás kegyelmét. Add ezt azoknak is, akik most kegyetlenkednek. Bocsáss meg, hogy nem voltam elég éber és körültekintős, nem láttam, milyen veszélyek leselkednek ebben a kegyelmi ügyben országunkra, nemzetünkre, egyházunkra, köztársasági elnökünkre. Bocsáss meg, ha a gyermekbántalmazás áldozatai azt érezhették, hogy magukra maradnak. Nem csak most, hanem annyiszor az életben. Védd őket, akkor is, amikor mi ezt elmulasztjuk. Leteszem kezedbe egyházunk életét. Mindig is ott volt, most is ott van,
hiszen itt van a legjobb helyen. Leteszem a zsinatunktól kapott tisztségemet. Egyházunkért teszem, hogy ne bánthassák tovább az ártatlanokat, hogy ne fordíthassák szembe még inkább azokat, akik ebben a magyar református egyházban összetartoznak a te szeretetedben. Leteszem, hogy lehessen böjtöt tartani. Böjtöt tartani és imádkozni, míg eljutunk nagypéntekig és a feltámadás ünnepéig. Adj ehhez erőt nekem, és adj ehhez erőt mindazoknak, akik a te hangodra akarnak hallgatni, akik bíznak benne, hogy senki sem ragadhat ki minket a te kezedből, akik hisznek benne, hogy te mindennél nagyobb vagy. Amen. És áldásként Jézus szavát a Lukács evangéliumából olvasom. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én, mondja Jézus, könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Amen. Az előző szavakat azok az emberek, akik nem tartoznak közénk, nem biztos, hogy értik. Hogy mondjam most világi nyelven egyértelműen, lemondtam a zsinat lelkészi elnökségéről. Törvényeink értelmében lemondásom a következő zsinat döntésével válik hatályossá. Addig mostantól az elnöki teendőket a következő zsinatig Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi alelnöke ügyvezetőként látja el. Azért hívtalak össze titeket Molnár János elnöktársammal együtt, hogy a szemetekbe nézzek, és a lelketekbe, és ti is az enyémbe. Ti választottatok meg éppen 3 évvel ezelőtt, együtt hoztunk azóta döntéseket. Jókat, rosszakat. Hibáztunk is. Együtt is hibáztunk. Most én egyedül hibáztam. De nem vagyok hajlandó elfelejteni azt, ami jó volt. Ami épülés volt, egyházunk épülése. És nem akarom elfelejteni, hogy alig több mint 2 hete ott voltunk több mint 1000 lelkipásztorral együtt, és hallgattuk a bizonyságtételt. És átélhetjük, hogy milyen áldott dolog egységben lenni Isten szeretetében. Megválasztásomkor, szinte napra pontosan 3 évvel ezelőtt, holnap lesz 3 éve, azzal kezdtem, hogy tudjátok, hogy kit választottatok. Kevesen mondnak, hogy talán nincs is senki közöttetek, akinek az elmúlt 10-20 évben az élete olyan nyitott könyv volt, mint az enyém. Erről voltak, akik jó indulatból, meg voltak, akik rossz indulatból gondoskodtak. Tudtátok, hogy ki vagyok, és bízom benne, hogy nem csak azért választottatok, sőt hiszem, és tudom azóta, hogy nem csak azért választottatok, mert a közéletből jövök, és a közéletből jövök vissza, és majd hasznot hozok. Az, hogy a közéletből jöttem vissza, az valóban jelentett hasznot az egyházunknak, hasznot, kockázatot és terhet. A haszont én nem pénzben mérem, hanem abban, hogy talán egyházunk karakteresebben, szélesebb terekben tudott megjelenni, mint korábban. Hogy nőttek a lehetőségeink a szolgálatra. Most ebből a haszontból tehertétel lett, és azt is látjuk, azzal is szembe kell nézni, hogy a haszon egyházunk súlyának a növekedése az morzsolódik. Elismertsége morzsolódik. Tehertétel,
Részévé váltam, és ezáltal ti is részévé váltatok egy politikai boszorgányüldözésnek, aminek áldozatai vannak. Az a köztársaság elnök is, akit mi nagyon szeretünk, aki egyházunk hűséges tagja, és aki annyiszor bizonyította a hitét határon innen és túl. De ne legyenek illúzióitok. A boszorkányüldözés, a hisztéria akkor sem fog leállni, ha én nem leszek. De hogy én ne legyek, arról ti döntötök. Arról nem az ellenzék dönt. Arról nem a média dönt. Arról nem a kormány dönt. Arról nem a Facebookon döntenek. Arról ti döntötök, a Magyarországi Református Egyház megválasztott törvényhozó testülete. Ezt ne felejtsétek el. Most nem vagytok döntési helyzetben, nem is kérek tőletek döntést. Én letettem, lemondtam a zsinat lelkészi elnökségéről. Köszönetet kell mondanom nektek, mindenkinek. Annak is, aki ellenem szólt, annak is, aki mellettem szólt, az, ami meghatott, és egyáltalán nem számítottam rá, az a néhány nappal ezelőtti tanácskozás volt, amikor a jelenlévő főgondnokok és esperesek 86%-a azt mondta, hogy maradj, hogy bízunk benned. És azért is nagyon hálás vagyok, hogy az elnökségi tanácsban 6-1 arányban támogatnak engem. Súlyos politikai hibát vétettem, de kegyelmi ügyben. Kegyelmet kértem. Kegyelmet akartam valakinek. És ha ezért most el kell mennem, nehogy azt higgyétek, hogy az megoldás lesz. Dehogy lesz. Harc lesz. Ezután is harc lesz. Mint ahogy mindig is harc volt. Csak az a fontos, és ebben sokkal nagyobbat tévedtem, mint abban, hogy kegyelmet kértem, nem gondolva minden körülményre. Hogy ezt a harcot lelki fegyverekkel kell vívni, és nem közéleti, és nem politikai, és nem média fegyverekkel kell vízni. Ez a harc, ez mióta tart? 500 éve? 2000 éve? Ádám és Éva óta. Ebben a harcban vagyunk. Ebben a harcban, ahol az elődeim Hegedűs Lórántól elkezdve Bölcskei Gusztávon keresztül Szabó Istvánig, mint zsinat lelkész jelnökök, mind harcoltak. A maguk eszközeivel. Ki így, ki úgy. Őket se kimérték. Én ezt értem és elfogadom, és azért lépek hátra, mert nem akarom, hogy ez a harc, ez az én személyemen keresztül még többet ártson egyházunknak. Mert az egyház egysége fontosabb nekem, mint hogy azt engedjem szétverni. De ne féljetek, ne legyenek illúzióitok, továbbra is harcolni fogok. Ez a dolgom. Erre tettem esküt, harcolni fogok. Harcolni fogok elsősorban magammal, a saját bűneimmel. Másosorban értetek és az egyházunkért. És amit én megtanulok, amit én megtanultam ebből az elmúlt időszakból, az, hogy ezt a harcot azokkal a fegyverekkel kell vízni, amiket az Úristen adott a kezünkbe, nem a világ. És amikor ebben a próbatételben együtt vagyunk, nem tudunk másképp lenni, együtt vagyunk. Együtt vagyunk ebben a próbatételben, akkor azt kérem, hogy ti is ezt tegyétek. A lélek fegyvereivel harcoljunk, hogy meg tudjunk állni ebben a próbatételben. Köszönöm szépen a figyelmeteket!